Horti Miklós bevonulásának századik évfordulójára díszpolgári címet és lovas szobor állítást kezdeményez a Mi Hazánk Mozgalom és a Horti Miklós Társaság. Utolsó kormányzók munkásságát lehet kritizálni jobb oldalról és bal oldalról egyaránt, és jogosan is, de a Horti korszak 25 évét összehasonlítva a rendszerváltás elmúlt évtizedeivel Egyértelműen szoborért és díszpolgári címért kiállt a helyzet. A két világháború közötti gazdasági világválság Spanyolnáta és főként Trianon sújtotta az országot, Horti Miklós ennek ellenére virágzásnak indította azt, lenyűgöző gazdasági fejlődést és kulturális persgést produkálva. A Horti korszaknak a kultuszminisztere, Klebersberg Kunó már kapott szobrot Új-Budán, de a kormányzó érdemeinek elismerése még ránk vár. Ezért kezdeményezzük a fővárosi posztumusz díszpolgári cím adományozását Horti Miklósnak, illetve a helyi önkormányzati képviselőként hivatalosan is kezdeményezem, hogy közadakozásból egy reményeim szerint fehér lovas szobrot állíthassunk a bevonulás szimbolikus helyszínére, a Szent Gellér térre, az egykori szovjet megszállási emlékműnek a helyére. Budapest újra vörös rongyokba Öltözött. Ezzel a jelszóval szervezünk most lovas és fáklyás menetet a Horti Miklós által vezetett bevonulás 100. évfordulóján, november 16-án a Szent Gellértére, hogy a díszpolgári és szoborállítási kezdeményezésünknek nyomatékot adjunk, illetve a főváros régi fényének visszaállítása érdekében. Fehér lovas felvezetéssel vonulunk a Mi Hazánk mozgalom új budai irodájától, tehát a Bartók út 96 szám elől, az egykori Horti Miklós úton, a Szent Gellért térre Horti Miklós bevonulási beszédének helyszínére. November 16-án fél ötkor indult tehát a menet a Bartók Béla út 96 elől. 17 órától lesznek beszédek a Szent Gellért téren, ahol egy ökumenikus jellegű ünnepségre lehet számítani, hiszen fel fog szólalni Vitéz Musi Csanta, a római katolikus plébános, érdemes, esperes és Kovács Attila református lelkész is, ezen kívül a mi hazánk mozgalom elnöke, ha nem is Szegedről, de a déli végekről érkezve a fővárosba fog ünnepi beszédet mondani. Továbbá dr. Apáti István, a mi hazánk mozgalom országgyűlési képviselője. És végül, de nem utolsó sorban, Zetényi Csukás Ferenc, a Horti Miklós Társaság elnöke, aki a korszak legnagyobb, legkomolyabb ismerője talán Magyarországon. Rögtön egy magyarázat, hogy a Horti Miklós Társaság, amelyről beszélt képviselő úr, egy civil szervezet egy civil szervezet most mégis csatlakozik egy olyan elképzeléshez, amelyet nem lehet nem támogatni. Horti Miklós 25 esztendeje valóban egy szoborért kiállt, ugyanakkor a Postomus uh, Disz cím is megérdemelhető Horti Miklós esetében. Néhány gondolat arról, ha már a Nemzeti Hadsereg Budapesti bevonulásának századik évének évfordulójához jutunk el, most november 16-án, Ebben az időszakban, 1919-ben egy olyan helyzet volt Magyarországon, amikor csak az erős kéz segíthetett a rendcsináláshoz. Én magam vallom a legjobban azt, hogy bizony ebben a rendcsinálásban hibák is belecsúsztak, de bizonysággal mondom azt, hogy a horthy nemzeti hadsereg, szervezett hadsereg nem követtett el semmi olyan bűnt, amivel megvádolják őket. Az, hogy a szabad csapatok mit tettek, az nem a nemzeti hadsereghez tartozik. És látják, most, hogy mikrofonhoz járultam, már úgy tűnik, mintha magyarázkodnom kellene Horti Miklós személyéről és a nemzeti hadseregről. A szobor kapcsán mi nem könyör adományt kérünk a kerülettől a képviselő urral hanem igenis kérjük, követeljük, ugyanakkor valóban a társadalom számára felvetjük, mint kérdést, hogy óhajta neke a kormányzónak, Horti Miklósnak szobrot, avat sem.